A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nem hiába sürgette 20 tagállam az Európai Unióban, hogy alkossa meg az Unió a mézjelölési rendeletet. Úgy tűnik, hogy ez sikerrel járt, mert az Európai Bizottság benyújtott egy javaslatot, amelynek nyomán szigorodhat a mézkeverékek származásának jelölése. Vendégem Antal István, tisztelettel köszöntöm. Tisztelettel. Szervusz. Nos, hát ez nagyon-nagyon fontos, annál is inkább, mert hogy Bros Péter nemrégiben kiadott egy nyilatkozatot, amiben úgy fogalmazott, hogy lehetetlen helyzet, hogy a vásárló nem értesülhet arról, hogy a polcon lévő mézek 90%-a Kínából, 8%-a Ukrajnából, és mindössze 2%-a származik uniós országból. Ez egy lehetetlen történet. Tehát az Országos Magyar Méhészeti Egyesület levelet írt, és azt mondjuk, hogy többek között Magyarországon is óriási bajban vannak a méhészek, hiszen a termelési költség alatti szinten lehet csak eladni a mézet. Nos, hát úgy tűnik, hogy ez sikerrel járt. No, de hát mi kellett ehhez? Egy kicsit menjünk vissza az időben, amikor eljött az az időszak, amikor a kínai méz mindent visz. Ezt nagyon jól tudjuk, nem jelöljük meg most itt Székesfehérváron, ugyanígy van. A nagyáruházak polcain szinte kizárólag kínai méz kapható. Így van. Ami nem is méz, tegyük hozzá igazából. Így van, ami nem is méz, és hát ugye árában, költségeiben messze alul marad a természetes mézeknek a zárszintjétől, és ezért teljes mértékig a mézpiacot tönkrevágja, és a hazai termelőknek a megélhetését teljes mértékig veszélyezteti. Amikor ezeknek a kínai mézeknek a zárszintjét nézzük, akkor ez olyan alacsony, hogy ha visszaosztanánk az összes költséget, ami a polcon lévő méznek az árát mutatja, visszaosztanánk az összes költséget, szinte nem is marad magára a termékre semmi, mert az a nulla. És hát ez már régóta nyílt titokként szerepel akár a szakmai körökben, de hát a vásárlók körében is ez nyílt titokként szerepel. És ez, hogyha ez tényleg nyílbe ütődik ez az új szabályozás, akkor egy szélesebb kör, és tényleg egy jobb tájékoztatást kapnának a vevők arról, hogy egyáltalán mit emelnek le a polcról. De mi van most ezekben a mézekben? Mert erről keveset beszélünk. Tehát úgy néz ki, mintha méz lenne, holott nem az. Szintetikus cukor, szintetikus színezőanyagok, aromaanyagoknak a keverékéről beszélünk, és az a gond, hogy szinte minden honnan az unió fele ilyen rossz minőségű cukros levek áramlanak benn. Ez akár lehet Kelet-Ázsiából is, de lehet akár a Törökország felől is, vagy bármelyik olyan szállító, amelyik az unióba hoz be mézet, ilyen hamis dolgokat szállítanak. Igen, be. Azt tudnunk kell, hogy Kína mellett valóban Törökország, és legnagyobb meglepetésemre Nagy-Britannia az, ahonnét a hamisított mézek érkeznek. Igen, ez a Nagy-Britannia, ez egy érdekes dolog. Hát valószínű, hogy ott se a méztermelésre nyugszik az ország gazdasága, és valószínű, hogy hát ott is szintetikus úton állítanak elő ilyen terméket. És amikor arra gondolunk, hogy egy mézfogyasztásnak a lényege nem csak az, hogy élelmiszerünk legyen, hanem egy egészséges élelmiszerünk legyen, és az egészségünk védelmébe is fogyasszuk a mézet, akkor ezek az édes levek, ezek gyakorlatilag pont azt a szegmensét nem tudják az élelmiszernek, ami miatt fogyasztanunk kéne. Mi bírhatja rá azon felül, hogy nyilván az üzlet, a nagy áruházláncokat, hogy továbbra is, miközben ők nagyon is jól tudják, hiszen a méz kijelölés szempontjából ők nekik tudniuk kell, hogy mennyi az uniós és mennyi az unión kívüli méz abban az üvegben.
hogy mégis ezt rendeljék, és ezzel választják el az áruházak polcait? Hát véleményem szerint ez a szintiszta pénz, mert a lehető legkisebb áron beszerezni ezt a terméket, és a lehető legnagyobb haszonnal eladni, mert valahol a termékeknek az ára az a legcsinányabb mézeknek az alját súrolja, de azért a kettő között ott rendkívül nagy haszonkulcs van. Na most, hogyha ugyanezt természetes mézzel próbálnák meg, ugyanezt a piaci szegmenst betölteni, akkor igazából nagyon, nagyon nem ezt az árszintet tudnánk beárazni, mint ami most jelenleg az üzletekben van. Ugye ezt mi nem nagyon tudjuk, hogy miért is történt így, már annál is inkább, mert hogy ugye Spanyolország, hazánk természetesen, Bulgária, Románia, Szerbia, mindenki benne van abban, hogy ahol természetes mézet gyártanak, illetve tesznek a polcokra, óriási lemaradást okoz a méhész társadalomban is. Így van. Ez mennyit veszít egy magyar méhész azzal, hogy tehát úgy körülbelül, hogy jószerivel eladhatatlan a méz, és csak a saját környékén, körzetében tudja értékesíteni? Hát igazából, amikor arra gondolunk, hogy a méz is belekerült abba a piaci kategóriába, amiben az egyéb mezőgazdasági termékek, hogy ha sok terem, akkor kevés volt az ára, mikor kevés terem, akkor hiába emelkedik meg az ára, akkor is a termelő jár rosszul. De most valahogy egy olyan piaci környezet alakult ki, hogy Magyarországon például az idei évben egy gyenge közepes termésnek mondható év áll mögöttünk, már ami a legkurensebb mézünket illeti, az akác mézet illetőleg, és ennek ellenére a felvevő piac, a nagybani felvevő piac, az pedig nem lépett, nem reagált. És egyáltalán nem mozdult nagyon nyomott áron, és egyáltalán nem is akarják venni a mézünket. Nem elég, hogy a méhészeknek kevés a mennyiségi bevétele, még az árszinti bevétel is még nagyon-nagyon nyomottan van. Ugye a fogyasztóknak elvileg teljes képet kéne mutatni a mézkeverékek összeállításáról. Ez ugye nem történt meg mindez idáig, hiszen ahogy a bevezetőben mondtam, ez több mint 20 éves történet. Tehát 20 év alatt nem sikerült elérni. Abban az esetben, ha most az Unió megszavazza, akkor milyen hatása lesz ez a mézpiacra? Hát a vevőket, ha megcélozzuk, akkor a tudatos vevők azok valószínű, hogy azokat a mézeket fogják választani, amelyikben a feliratban azt fog szerepelni, hogy esetleg uniós, vagy országra lebontva, hogy honnan származik mégis az a termék. De maga az árképzés nem tudnak úgy a kereskedők és azok a mézüzemek nem tudnak úgy árat képezni, hogyha ő köteles lesz felírni arra a termékre, hogy tegyük fel 10% magyar méz, 90% egyéb más eredetű méz, akkor már eleve a beszerzési árakban nem tud olyan árat képezni, hogy alacsony árat. Mert hogyha a alacsony árat képez, akkor ő neki se éri meg. Ha meg nagyobb mennyiségű, igazi, jó minőségű mézet tesz bele, akkor a magasabb beszerzési ár miatt maga az élelmiszernek is meg fog emelkedni az önköltségi ára. És hát nagyon reméljük, hogy helyre tevődik ezáltal a mézpiac. De hát ez egy idő és egy folyamat. Igen. És ezt úgy lehet mondani, mint egy mamut, hogy nehezen indul meg, de mikor meg akar állni, akkor meg nagyon, nagyon nehezen áll meg, és van egy puffer hatása az egésznek, és nagyon reméljük. Ennek tükrében ugye tudjuk, hogy számos méhész abba hagyta. Így van.
ez mennyire tehető? Tehát arányosítsunk egy kicsit. Én azt gondolom, hogy a nagy méhészetek nyilván ebből élnek, és nekik ki kell tartaniuk, de számos olyan méhészmester van, aki azt mondta, hogy hát így sajnos tekintve, hogy nem éri meg, így nem tud mit kezdeni ezzel. Számot nem tudnék mondani, de... Arányosítsunk. Hát szerintem 10% biztos, hogy van, aki azt mondta, hogy befejezi, mert mikor évről évre azzal szembesül a méhész, aki ráadásul a méhészet az egy olyan élőerő igényes munka, ahol mikor arról beszélünk, hogy valaki méhész, akkor nem csak ő méhész, hanem biztosra veszem, hogy az egész családja foglalkozik vele. És akkor a 3-4-5 embernek a megélhetéséről kell gondolkodni, mikor valaki olyan léptékben méhészkedik, hogy nagy léptékben, akkor nem csak a saját maga megélhetéséről kell gondolkodni, hanem az egész családjának a megélhetéséről. És mikor évről évre szembesül azzal, hogy egyszer az időjárás miatt, a méztermés miatt nem lesz olyan a bevétel, hogy abból rendesen, módosan meg tudjon élni. Aztán akkor, mikor összevág az időjárás, összevág az ökológiai háttér, akkor hirtelen a piac támaszt olyan akadályokat, hogy nem tud megint rendes árbevételt képezni. És azért valljuk be, már most itt vagyunk ebben a 21. századnak is szinte az egynegyedét lassan elérjük. Itt már szintiszta gazdasági tevékenységé minősült a méhészet is. Már szerelemből nagyon kevés ember méhészkedik. Apropó, ha már itt tartunk, akkor az időjárási viszonyok változásairól kell, hogy szó essék. Azt hiszem, hogy az idei esztendő, és most itt tekintsünk el az orosz-ukrán háborútól, meg a gazdasági válság egyéb hatásaitól, az időjárás is olyan furcsa, hogy a méhészeket azt hiszem, hogy ez megviselte a mély családokat. Hogyne. Eleve a telünk az, már ugye többször átbeszéltük, hogy a telünk se tél. A méheknek nem ez az ökológiai evolúciós beállítottsága, hogy ezt a telet éljék át. Aztán a tavaszunk hirtelen szinte télből átvált hirtelen nyárba. A növényeknek a virágzása már nem abban a fázisban követi egymást, amit az evolúció beállított. Nagyon sok méhész panaszkodik, olyan problémák lépnek fel, például az utóbbi években hallom, hogy ugye az akác, ami ugye magyar szempontból a legkurensebb termékünk, például olyan problémák léptek fel, hogy a keskeny levelű ezüstfa, ami ugye egy invazív faj, és egyre nagyobb területeket meghódít a környezetünkben, a virágzása áttevődött korábbra. Még az akácvirágzásnak nincs vége, ez a keskeny levelű ezüstfa, ami 15-20 évvel ezelőtt, még egy 20 nappal később virágzott, mint az akác, már ott virágzik, hogy az akác idejében. És bizony a méhek belehórják. Tehát nincs tiszta akác. Nem tud tiszta akác képződni. Nagyon sok méhésztől hallottam ezt a panaszt, hogy ha 5 nappal előbb pörgetik ki az akácmézet, akkor az akácméz híg lesz, több lesz a víztartalma. Ha még kivárnak egy hetet, akkor meg már belehórják a keskeny levelű ezüstfát. És akkor ez is egy olyan probléma, amire nem lehet felkészülni. Már pedig az akácméz egy kurrens termék. Így van, és ezt ugye már megbeszéltük, hogy igazából ezzel is az a probléma az akáccal, hogy a világon sehol nem termelnek ilyen minőségű akácmézet, mint amilyet Magyarországon. És ez is egy nagyon nagy probléma, hogy a világban nekünk piac diktálónak kéne lennünk az akácmézzel kapcsolatban, nem piackövetőnek, és nem mások mondják meg azt, hogy mennyiért veszik meg a mi világszínvonalú termékünket. Egyértelmű. Ugyanakkor egy jó hír azért jut nekünk,
Hát ezt nem tudom, hogy az, amiről most beszéltünk, ennek lesz-e vége, hogy lesz-e átmenet, lesz-e visszatérés az eredeti mézhez, de talán. Maradjunk ennyiben. Viszont Nagy István agrárminiszter bejelentette, hogy június 27-től, tehát az elmúlt hét közepétől az agrártárca 2,8 milliárd forintos forráskerettel meghirdette a méhészek munkáját segítő támogatási konstrukciókat, ami kulcs szerepet játszik az ágazat életében mindenképpen. Tehát itt, ha sorba vesszük, új eszközök beszerzése, ez nagyon fontos. Feltétlenül azok a méhészetek, akik nagy léptékben folytatják ezt a tevékenységet, a modernizálás, a jobb gépészeti lehetőségeknek, ugye itt is vannak új innovációk, új gondolatok, amivel az élő munkát ki lehet váltani, és hogyha azok a méhészetek, akik tényleg nagyban csinálják, és esetleg olyan technológiát tudnak beszerezni, hogy könnyebb, gyorsabb lesz a munkájuk, akkor ez valószínű, és hogyha ez támogatást kapnak, akkor valószínű, hogy fognak is élni ezzel a lehetőséggel. A következő lehetőség méhbetegségek és kártevők elleni védekezés. Valljuk meg, hogy az elmúlt időszakban a betegségek is elszaporodtak, az újfajta betegségek, kártevők pedig számos méhésztől, de egyébként az agrárgazdaság többi szereplőjétől is hallhatjuk, hogy egészen különlegesen élnek túl mindent. Ez a védekezéshez adott pénz nyilván sokat segíthet majd. Így van. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy az utóbbi években tényleg elszaporodott azoknak a betegségeknek a sora, de ez olyan szinten működik, hogy tényleg még a tudomány se tud mindenre választ adni, pedig kutatják ezeket a problémáknak az eredőjét, és mikor például csak egy olyanról, ami már sok éve sújtja a méhészeteket, a varroatkának a problémája, a varroatka egyes mérgekre, egyes gátló dolgokra immunis lesz. Mindig váltani kell, mindig valami újat kell vele tenni, hogy sajnos kiirtani nem lehet őket, de a gyérítés és az olyan szintre való levitel, hogy ne károsítsa olyan mértékig a méheinket, mint hogyha elengednénk szabadjára őket. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a méhésznek nagyon nagy feladata évente az atka elleni védekezés. Na most, hogyha ennek a, és ez nem is kis anyagi teherrel jár, hogyha ennek egy részét átvállalják, és tényleg támogatásképpen sikerülne ezt megoldani, akkor ez is egy nagy segítség a méheknek, a méhészeknek. Varroatkára visszatérve, milyen kemény dolog ez, hogy Kelet-Ázsiából emberi tevékenység útján került be Európába a varroatka. És azt tudni kell, hogy a kelet-ázsiai méhekkel szimbiózisban él, nem pusztítja el őket. Együtt élnek, nincs semmi probléma, károsítja őket, de nem pusztítja el. Bekerült a mi méhfajunkra károsítólag a varroatka, és a mi méhfajunkat, ezt a mérsékelt égővi méhfajt megöli. És sajnos ezért kell keményen védekeznünk ellene. Tehát ez talán megoldást jelent. Így van. Mint ahogy fontos az ágazati tudás átadás, illetve a mézmarketing. Tehát a mézmarketing mindennél fontosabb, mert függetlenül attól, hogy vannak erre lehetőségek, módok, és azért itt Fehérváron is megtapasztaltuk, ez kevés. Nagyon kevés. De dolgozunk rajt. Többek között a mézlovagrendeknek a munkássága is ezt tükrözi. Igyekszünk minél többet megmutatni magunkat, és ezzel a mézfogyasztást növelni. Igazából
tényleg úgy vagyunk vele, hogy minden lehetőséget megragadunk erre, és azok az emberek, akiknek van affinitásuk ez irányba elmozdulni, azok lépnek is, de még többre van szükség, hogy világos. Még többet. És a tudás átadás, az pedig tényleg úgy van, hogy a fiatalokat is meg kell ragadni ezzel a szép szakmával, szép szakmának a bemutatásával kapcsolatban, hogy válasszák ezt a szép tevékenységet, nem is szakmának, hanem inkább hivatásnak nevezném. Válasszák ezt a tevékenységet még akkor is, hogyha nagyon nehéz időjára a méhészekre, mert olyan tudást kaphatnak meg, ami a jövők szempontjából is fontos. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ez a bizottság, az Európai Bizottság által elfogadott, ugye ez közös agrárpolitikai stratégiai terv része, és ennek természetesen az 50%-ot a magyar állam adja a méhészeti nemzeti program keretében. Azt hiszem, hogy ez talán áttörést jelenthet, csak nyilván észszerűen kell ezt felhasználni. Hát én azt kívánom, hogy azért teljék el ez a kritikus időszak, derüljön ki, hogy a hamisított méznek nincs helye a boltokban, és akkor újra szárnyalhat a méhész gazdaság. Ezt tudom kívánni. Köszönöm. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, a méhész társadalom problémáiról, illetve a segítő kezet nyújtó támogatási formákról beszéltünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.